Sziasztok, itt Amúr és a Feed the Beast Horizons modpackes gameplay. Mégiscsak jelentkeztem, még mielőtt lenne elég nyersanyagom, hogy megcsináljam az Applied Energetic rendszeret. Méghozzá azért, mert eddig nagy íbe kerültem a Tinker's Constructort. Azt hiszem, egyszer belekezdtem, az Istenek nem jöttem rá, hogy működik, hogy kell összepakolni. Aztán kiderült, így most utána olvastam, mert kész, nehogy már ne tudják megcsinálni egy ilyen egyszerű dolgot. És kiderült, hogy azért, mert nagyon sok fém csak smeltery band, speciálisan ehhez a Tinker's Constructhoz épített kemencében süthető ki. Látjátok, itt a ez kadmium, ez viszont reaktorkaftos cucc. A kezemben van egy kis baltácska, illetve csákány, ami vasig bír hasítani, viszont azt látjátok milyen sebességgel? Ezt már Tinker's Constructtal készítettem nem olyan régen, most azért jöttem, hogy kipróbáljam. Megbocs, ez a fém, mert azzal tudtam kiszedni a kadmiumot, vagy nem tudom jól, de a vasat vasig megy. Nem túl tartós, ezt flintből csináltam. De nagyon gyors, látjátok? Ötös gyorsaságú, vagy öt feletti gyorsasággal rendelkezik. Gyorsabb, mint a vas csákány. Gyorsabban működik. Tehát úgy vagyok vele, hogy mégiscsak érdemes belemászni ebbe a Tinker's Constructbe. Aki nem használna, annak megmutatom. Nem nehéz, jóformán az alap cuccok, ami a szükségesek hozzának az összerakáshoz, csak fa kell, semmi más. Persze, ha meg akarjuk építeni a kemencét, az a más kategória, egyébként azt is meg szeretném, ahhoz agyag is kell, meg sódár, meg homok és ennyi. Abból ki tudjuk égetni ezeket a speciális téglákat, amiből meg lehet építeni a speciális kemencét, amivel speciálisan olvaszthatjuk meg a fémért és olyan dolgok, na, jönnének ki belőle, ami kell, egy stencil-tából. Ez egy tervezőasztal tulajdonképpen, egy ilyen üres terveket, nem tudom máshogy fordítani, üres tervet kell beletenni, kiválasztani, hogy mit akarunk vele tervezni, milyen alkatrészt. Mindegyikhez, na, csak megmutatom a könyvet, amit kaptunk a játék elején, ez a Materials and You, ez a Tinker's Constructról szól. Na, azt a vasat tegyük be a kemencébe, amely itt vagyunk. Majd dolgozom, mert kell. Na, nálam van a könyv. Nálam van a könyv. Akkor megmutatom, mert így egyszerűbb, mint elmondani. Tehát, kell csinálni egy üres tervet. Ez ennyi. Két bolt, két fadeszka, kész. Kell egy asztal, ehhez kell egy üres terv, meg kell egy blokkfa. Ezt így megcsináljuk. Van a part crafter, ezt így csináljuk meg, van egy pattern chest, ebbe tároljuk a terveket. Nem nagy dolog. Ez már akkor kell a toolforge, hogyha megcsináltuk a kemencét, és akkor ez egy öntő formát készít a fémeknek. Ez a toolstation, itt pedig amihez nem kell a smeltery, nem kell a olvasztott fém, azokat ezen a toolstationen már összerakhatjuk. És ennyi a lényeg. Ezt meg is mutatok valamit, mondjuk csináljunk egy kardot. A kardhoz, várjatok, hol is írja le, hogy mi kell a másik könyvbe. A másik könyv kell hozzá, mert én sem tudom, melyikhez milyen alkatrész kell. Nagyon sokféle speciális szerszámot is készíthetünk, ettől kezdett el érdekelni nagyon. Tehát nem csak a sima csákány, meg lapát, meg fejsze, hanem vannak speciális tudszok. Na, ez a klasszikus csákánynak a Tinker's Constructors változata. Ez a sima lapát, csak két alkatrészből összepakolva, ez ugyebár a fejsze, két alkatrészből. Ez a mattock, ez már speciális szerszám. Ez olyan, mintha csákány és ásó együtt lenne. Ez is nagyon jó, nem kell cserélgetni, hogyha bányászol. Hasznos dolog. Ezt is kipróbálhatjuk egyébként. Egy csákány fej kell hozzá, meg egy lapát fej, meg egy rúd. Csinálhatunk rendes kardot, de csinálhatunk hosszú kardot is, ami egy nagyon-nagyon jó támadó eszköz, és azt mondja, right click-kel, cutting forward, break, speed, natural charge boost, knockback-es, tehát hátra löki az ellenfelet, attól speciális ez a hosszú. Ez a rapier, ez pedig egy vékony, egy rövid kard, sokkal gyorsabb. Harci fegyver, dagger, ez pedig egy tör, az még gyorsabb. Frying pain, ebbe sütni, főzni lehet, gondolom. Sure, right, first place, cook your food. Jó. Butlessing, ez nem tudom mire való, zombie pigment everywhere. Turn right click block. Ezzel meg lehet védeni valami.
Sebzésről, ez a csiszol, ez a battering tool for chiseling. Carving shapes into blocks. Right click chisel, transform various blocks into bricks. Ezzel lehet a különböző blokkokból téglát csinálni. Nem is tudtam, hogy ilyen is van utility tool. Lumberex, ez egy nagyon jó kis fa, együttéssel kidönti a komplet fát. Nagyon jó lehet. Az a hammer, na ezt akarom megcsinálni. Akkor csinálunk egy ilyen hammert, nem kardot. Ez egy nagyon jó kis bányászcucc, ugyanis 3x3-as területet tud kiszakítani. Large plate kell hozzá, talk throat, két large plate, meg egy hammerhead, meg talk throat. Na nézzük. Azt mondja, hogy ez mi? Na, igazán kiírhatná, hogy mi micsoda. Fletching pattern, busting pattern. Na ez a hammerhead. Na csináljunk egy ilyen hammerheadet. Kell hozzá valami talk pattern is. Large blade pattern, ez nem az. Excavator cucc, nem az. Science, ez se az. De ez mondjuk egy kicsit hibája, hogy nem írja ki. Large blade pattern, ebből kell kettő. Meg kell ez a talked road. Talked binding pattern. De nem, talked road kell. Ez kell. Igen, na, ebből elméletileg megcsinálhatjuk a mi kis fejszínket. Itt, hogyha olyan anyagból akarjuk, amit nem kell önteni, de csak itt van a fejszínek a tervei benne vannak. Itt, ez a pattern chestünk, ebbe tudjuk tárolni a dolgokat. Hogy ezt miből öntjük ki? Magát a fejszínek a nyele, az fa is kész. Azt nem is kell variálni, csak nincs nálam csak deszka, de ilyen botból kell csinálni. Jó. Meg legyen nálunk, csináljuk flintből, mert most vasat nem pazarolnám rá, sőt a vasat nem tudom, vasból nem tudom csinálni, bocsánat, mert azt ki kellene olvasztani a speciális kemencébe. Tehát ez nem úgy működik, az olvasztott fülbe. Nem a vastut kell, hanem olvasztott vas, hogy tudjon vele dolgozni. Úgyhogy én flintből csináltam, ami relatíve ellenálló. Jó lenne az obszidián is, de most nem megyek le azért lávájér is öntögetem itt ki, de majd csinálunk obszidián cuccot is. Na, tehát az első asztalon csinálod a terveket, ha kész vannak a tervek, akkor itt második asztalon tudod megvalósítani. Te kell egy vastag nyél, ez rakunk fát, vagy ez több fa kell. Hú, na ezt viszont nem tudom, hogy kell csinálni. Én azt hittem, várjatok, lehet, hogy az deszka kell. Igen, hó, nagyon jó. Oké, megvan ez, az alkatrész hozzá, rájövünk mi erre, hogy kell. Nem egyszerű, akkor a feje, az legyen, flintből, az lehet, engedi? Engedi, nagyon jó, flint hammerhead is megvan. Oké, és kell neki két large plate pattern. Flintből megvan egy. Hé, elhasznált az összes flintet. Azt tapiskolt a fejét neki. És lehet, hogy a másikat másból csináljuk? Lehet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Akkor a stone-ból lesz kész. Ennyi. Jó, sokat használ el ez a lácspölt. Nem tudtuk. Szóval tényleg, hogyha már ilyen kevés ismert mod van, legalább egy jól ismert és használjunk ebben a modpakban. Nem, valaki már veri, az megint az ajtót is nagyon idegesít. Hú, de bír idegesíteni. Amikor ide jönnek ilyen holmi zombik, zavarnak engem. Megint többen vannak persze, ezek csapatos turnálmadnak. És ott van a kis szemétláda, pici. Na jó, hagyjatok akkor. Dörömböljetek, jól van. Oké, fej, pakoljuk össze. Itt van az alkatrész összepakoló. Ki kell választani azt a szerszámot, amit össze akarunk pakolni. Hol van ez a hammerhead fej? Azt miért nem mutatja? Megcsináltuk az az alkatrész, és nincs itt. Miért nincs? Azt hol kell megcsinálni, fiúk? Na most akkor mi van? Itt változtatni lehet hozzá, adunk ilyen sebesség, sebzés, egyéb modifikációkat. De melyik a... Na ez most már nem, most leakadtam. Azt hittem elég, az alkatrészek megvannak, összepakolom és kész. De ezt nem lehet csak úgy összepakolni.
Gyanítom, hogy ahhoz kellene a másik asztal. Hol is van a könyv? A másik könyv, mert van még egy asztal, amit nem csináltam meg. Úgyhogy még sem tudom megmutatni teljességet, de így már látjátok a lényeget. Egyébként szerintem ebbe csak a terveket lehet belepakolni, vagy az alkatrészeket is belerakhatom. Nem, csak a terveket. Jó. Oké. Hol a másik könyv? Elraktam a ládába. Nem raktam el a ládába. Akkor hova a bánatba raktam a másik? Itt van. Nem, az aratai kattosándok. Itt van. Jó van. Rakjuk már egy helyre a könyveket. Hú, de idegesítő időrendből ez a fafej zombi. Na. Tehát. Ugye itt volt. Ezt megépítettük. Ládánk is van. És ez a Toolforge. Igen. Akkor gyanítom, hogy a Toolforge-on lehet összepakolni. Igen. De nézzük meg, hogy mit írnak róla a francba. Hát írjatok már róla valamit. Én pont egy olyan nagy hammert akartam csinálni, hogy milyen jó lehet vele bányászni. Erre nem lehet megcsinálni, csak olyan egyszerűen, mint a többi. De azt miért nem írják? Na. Heavy Mining Tool. Natural Ability. Surreft Effect. Igen. Smite. Az House Damage Against Undead. Az élőhalottak ellen 2-4 extra sebzést csinál. Nagyon ellenálló. Very high durability. Broad mining tool. Crafting patterns. Igen, igen, igen. De nem írni, ahogy speciálisan kellen. Broad mining tool. Rendben, fiam. Akkor miért nem tudom megcsinálni ott? Miért nincs itt? A tool stationon neki a cucca. Miért nincs itt a cucca? Hát itt megvan, szinte mindennek megvan, csak annak nincs itt a cucca. Nem csak annak, van itt más is, ami hiányzik. Az a másik ex, meg egyébek, aha. Na jó, akkor csináljunk mást. Annyi, hogy már ládánk is alig van. Ami belepakolnám ezt a sok cuccot, csináljunk egy ládát, pakoljunk ki. Csinálni kell lesz egy elő szobát, vagy valami, nem tudom mi a frászt, hogy ezek a baromarcúak ne tudjanak engem folyton zavarni. Jó, kipakoltuk a felesleget, és akkor mégiscsak mutassak valamit. Csinálunk akkor is speckó kardot, de olyat, amit tényleg meg tudunk csinálni, nem, mert most már ez idegesítő. Jó, ez kipakolható, van két gyémántunk, nagyon jó. Gyűlnek itt a cuccok, ezt nem tudom hova rakni, ezt sem tudom hova rakni. Jó. Tehát aki Tinker's Construct, nem tudtam százszerűsen bemutatni, mondjuk a végén a nappal lesz, akkor megyünk, keresünk agyagot, és megépítjük ezt a smelterit is, miért ne építenénk meg? Miért ne építenénk meg? Egyébként mi is kell az a másik asztalhoz? Nézzük csak meg. Hú, most már nagyon feltolták az agyvizemet. Ez vasblokk akar lenni? Az nem piskolt a tészta, ehhez viszont agyak kell, ugyanaz a tégla kell, az a speciális tégla. Ezek vasblokkok? Hű, hát ezt lehet nem fogjuk most megépíteni. De csinálunk egy kardot, ez tudkó. Csinálunk egy kardot, és azt nem lesz nehéz megcsinálni. Mindjárt megnézzük, milyen alkatrész kell hozzá. Azt mondja, sóval matok. De ezt a matokot is meg tudjuk szerintem csinálni. Na, csináljunk egy ilyen bányászerszámot. Vagy csináljunk egy jó kis kardot, amivel szét tudjuk ütni őket. Sword Blade, Two Road, White Guard. Two Roadunk van, akkor azt mondja, hogy kell a Sword Blade. Az a White Guard, igen. És akkor ilyen tervünk is van végre. Ezt flintből meg lehet csinálni, biztos vagyok benne. Jó. Azt pont nem tudjuk, viszont ezt fából meg tudjuk csinálni, így van, van ilyen wooden torrúdunk. Oké, kell lesz akkor a pengének valami anyag, nincs flintünk. Nem lehet vöröskőből megcsinálni, nem.
Nincs flintünk. Na jó, csináljunk egy kőkardot, csak hogy csináljunk valamit. Oké. És a nyelét is csináljuk meg kőből, na. Jól van. Én néha csinálni ilyen maradékokat, azzal nem tudsz mit csinálni. Nem használja fel az egészet, csak fél anyag neki elég. Azokat össze lehet szerintem, igen, 9-ből lehet csinálni egy újat, össze lehet olvasztani ezeket a sárdokat. Na, pakoljunk össze akkor egy kardot. Hogy lássátok tényleg, hogy működik, meg akarom mutatni. Ide bepakolod a megfelelő alkatrészeket, és itt megjelenik. Van egy Broadsfordünk. Na, ha ez megvan, prepare the fight. Jó, a Tinker's Construction-es dolog. Akkor tudjuk módosítani. Minden dolog másképp módosítja. Nincs csak, ha vörös követ teszek, most semmit nem csinál. Most semmit nem csinál. A baltánál azt gyorsította a sebességét. Jaj, nincs odaállítva. Aha. Erre állít. Nem. Hát ide nem kell odaállítani. Jaj, bocsánat, ide kell rakni magát a szerszámot. Aha, és ide valami módosítja. De ez semmit nem csinál vele. A szén nem csinál vele semmit. Magnézium? Nem csinál vele semmit. Na, szóval ide lehetne módosítókat. Nem tudom, mivel módosítja a kardot. Nézzük meg egyébként akkor. Hát, ha írják, hogy milyen módosítók vannak. Nem írják egyébként. Blocking cuts value. Na, várjunk. Itt valahol írta, igen, hogy mi mit csinál. Materiál, oké, shard, iron shard, washroot. Washrootból is lehet. Nekem miért nem? Jaj, requires smeltery. Aha, jól van. Igen. Jó. Kaktus, obszidián, kőből is lehet csinálni, vagy mi az Isten csontból? Tök jó. Durability-e 200-as, ez sebessége 4-es, és vasig kiüt mindent. Azt mi ez viszont obszidián, kiüt mindent az obszidián, az teljesen jó. És 7-es sebesség, na obszidiánból fogunk csinálni pár dolgot, az biztos. Ez az alumínit, ez gondolom alumíniumból van, csak smelterivel kell megolvasztani. Blue slime, green slime, slime kristál, pepper stack, ez mire kell, kobalt, ez copper, steel, ez is a kemencébe kell megolvasztani, big iron. Ja, itt vannak a modifikációk, igen. 500 extra durability, na hát az nem egy utolsó dolog. Emerald, 50%-kal növeli meg a durability-t, és 2-vel megemeli a mining level-t, tehát egy sima cuccból is csinálója, amivel ki tudjuk ütni a gyémántot. És sebességet ad a redstone. Aha, a redstone tömböt is lehet hozzáadni. És a kardnál ez hogy működik? Mutasd már egy kardot. Nála kristály tool stationon, igen. Ez szerencsét ad hozzá. Aha, nagyon jó. Kardnál kvarcot lehet, az élességet ad, a kvarc. Élességet ad hozzá, Fiori, meggyújtja az ellenfelet, ez is nagyon jó, nekrotikus, ez mit csinál? Életlopás, nagyon jó, nagyon hasznos dolog. A low block harvested directly. Tök jó dolgok vannak itt egyébként. Reinforce, megerősítő. Knockbacket tud csinálni belőle. Nagyon jó. Tool station, igen, ez is. Kardra akkor más dolgok vannak. Aha. Smite. Toast és két föld. Elektromossá teszi. Két föld blokk. Elektromosan fel tudom tölteni Industrial Craft 2-es tuccokkal. Aha, jó, értem. Flux. Redstone dolgokkal feltölthetővé válik. Hú, micsoda dolgok vannak itt ember, amik modifikálják. Na akkor karthoz most nem tudunk semmi modifikációt hozzárakni, de csináltunk egy Tinker's Construction-es kardot, ami itt is van. Tinker's Construction-es kard, és szépen leverjük őket a földig, mert már unjuk a pofájukat. Na figyelj haver, nekem itt nevert, és ez a kis menőfejű, te gyilkoltál le háromszor, és ketten is vagytok. Hú, hányan vannak ezek megint? Fú, emberfej. Na, ajtót bezárni. A két kis szemét lát a törpe zombi. Ezek gyilkoláztak le.
Na most megfizettek. A fene a pofájukat. Ti voltatok. Hé, csak meg akar menni a szőlőt. Fú, ez aztán semmi kategória. Van még valami kajánk? Magot nem lehet megenni. Creeper szívét nem lehet megenni. Na jó, semmi kaja. Az guys, ezt nem lehet megenni, sunflowert? Nem. Ding, 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 ding. Na jó van. Fiúk, az a lényeg, hogy ezt a Tinker's Conscious dolgot megmutattam. Én nagyjából ennyit akartam most, mert még nem tudtam összehozni szerintem elég anyagot ahhoz, hogy megcsináljuk az eme cuccokat. Mert mi is hiányzott nagyon. Ezeket megcsináltam már. Akkor mit nem csináltam meg? Hát figyeljetek, hát ezt meg tudom csinálni. Nem volt 4 vasrudunk. Létezik, hogy nem volt 4 vasrudunk. Nem kiszállt egyébként. Na, hol vannak az alkatrészeink? Itt van a 4. Igen, itt van a gyémánt. 4 vasrudat rakjunk oda. És az alapot össze tudjuk rakni. Legalább megnézzük, hogy meghajtja-e az a gépezet, vagy nem hajtja meg a gépezet. Lehet, hogy felcseréltem. Nem. Van egy eme kontrollerünk. Fiúk, megcsináltuk az eme kontrollert. Na, ez hova is? Aha, de ehhez kell egy ilyen shaft, vagy mi az Isten, ami meghajtja, és akkor tudom bekötni. De akkor viszont ezt el kell forgatni, ez kell egy screwdriver is. Kell bizony nekünk egy rotary craftos dolog, azt akkor mutassa meg nekünk a rotary craftos dolgokat. És miért nem mutatod meg a rotary craftos dolgokat, ha azt kérdezem, hogy rotary? Mert oda kellett volna írni, hogy rotary craft. Ugye? Az a bajod. Így már megmutatod? Mi van veled, apám? Eddig megmutattál mindent, amit beírtam. Hú, de be van lassú volt, szerintem csak az a baj. Rotary. Ne szórakozzál már, haver! Modok, na. Hé, hát hova lett a rotary craft? Sehol, nincs benne. Ez most komoly. Rotary craftos moddal nem tudom megnézni a rotary craftos recepteket. Na figyelj, haver, most már ne szórakozzatok nekem. Most már nagyon ne szórakozzatok. Jó, hát ezt meg tudom akár csinálni egyenként is. Hagyjuk békén a francba. Nem igaz. Na, shaft kell nekem, hogy meg tudjam hajtani a gépet. Nézd meg, a rotary craftos cuccokat nem hozza elő, de miért nem? Fiúk, most szórakoztak velem. Recept nélkül nem tudom megcsinálni, ember, még soha az életben nem csináltam ilyet. Hova tűntek a receptek? Hova a bánatos francba tűntek a receptek? Hova tűntek a receptek? Receptnód vagyunk. Ez az érdekes, hogy az Uplit Energetic-et felhoz. Nem, most se hozza fel. Ez az utoljára keresett dolog, ezt felhozza. Valami nem jó. Na. Rotary most így felhozta, hogy rot. Jó. Érdekes. Good stuff. Stone shot. Nézzük, mi ez a stone shot. Kell hozzá kőlap, meg egy kőrúd. Kőlap és kőrúd. Jó. Kőlap és kőrúd. Na, égetett kövünk az van. Csináljunk egy ilyen cuccot belőle, de kőlapunk is van. Jó. Csináljunk kőrúdot is. Na,
az is kellett neki. És kőlabból is szerintem több kellett neki hinni. És akkor hogy is volt? Hogy is volt? Így volt. Kell hozzá 5 darab kőlap, meg egy rudazat. Oké, oké, és mert nem csak... Ja, mert nem itt kell... Ezt miért kellett megvariálni, srácok, de most komolyan... Csak itt tudom összerakni. Miért kellett így megvariálni? Mondjátok már meg. Nem volt elég posztulc már ebből. Nem volt elég. Na. Van egy shaftunk. Pakoljuk ki ezt a könyvet, mert csak útban van. És akkor itt egy shaft. Hát akarom fordítani majd. Ami nem árt majd ezt is, ahhoz kell egy csavarhúzó. Csináljunk egy Rotary Craftos csavarhúzót. Screwdriver hol van? Ez a bolond kereső nem hoz ki semmit. Nekünk kell, itt van egy ilyen screwdriver, egy vasrúd. Vasrúdból is meg lehet csinálni, jó van. Egy bot és egy deszka, meg egy vasrúd. Bot, deszka, vasrúd. Azt mondja itt a vasrúd. Deszka, nincs egy deszkánk. Akkor csinálunk. Oké. Azt mondja, hogy ott, meg egy vasúd a végére, és megvan. Hé, ez mi? Cutting board. De nekem nem ez kell. Húsvágó, bár, vagy mi? A frász, figy. Most komolyan szórakoztok velem. Én pedig jól raktam be. Töldeszka, bot, vasúd. Aha, igen. A Worktable-on kell megcsinálni. Hát a szokásos dolog, már megtanulhattuk volna, hogy a Rotary Craftos dolgokat csak itt lehet művelni. Na, akkor forgassuk el erre. Így, ezt is forgassuk el. Így van, jól. Input, output. A piros az output. Úgy emlékszem. Ezt berakjuk mellé. Így nem kap áramot, és kap. Kevés neki, úgy látom egyébként. De meg lehet hajtani vele. Jól van. Viszont úgy tudom, hogy ezeket a DC motorokat valahogy össze lehet kötni, hogy több dolgozzon. Igen, el. Jó. És már megint örömbölnek. Van egyedül, vagy haver? Egyedül, akkor lenyomlak. Nem egyedül van, ezek sose egyedül jönnek. Ezek komolyan, ezek csapatba támadnak, falkába, majom fejvé. Meghaltam. Úristen, mi volt? Mi volt olyan kevés életerőm? És még mindig nem raktam ide magamnak cuccot. Hót, halál, éjszaka van. Az a baj már, hogy olyan régen játszottam úgy, hogy rögtön az elejétől. Nagyon régóta csak fullosan szórakázgatok. Nem akarok elveszteni, srácok, semmit. Először összeszedek mindent. Na, mindjárt jöhetsz, haver. Mindjárt felveszem a kesztyűt, ne aggódjál. Szétütlek. Amiért kinyírtál, az tutira veheted, haver, srác, hogy nem úszod meg szárazon. Össze-vissza pakoltunk mindent miattad. Csákányom is kell. Na. A sapkám bent maradt. Bemegyünk érte. Hol vagytok, srácok? Ki gyilkolt engem le? Te voltál? Haver, ott hol van? Na figyelj, haver, menjél már ki innen, jó? Na. Húzzá már el valamerre. Nem szeretem, hogy ilyen holmi emberkék mászkálnak a lakásomba. Hát hogy jössz te ahhoz, hogy ide bejössz?
Menjen ki, úgy. Menjen már ki. Na, jön még egy zombi fejű. Na, hogy zárjam be az ajtót? Így. Oké. Okay. Hát ahhoz kevés az energy. Ez a lényeg. Kell azt csinálni másik sapekot, mert elkopik. Jó. Tudjátok, hogy mit akartam? Nem. Igen, sejtem, mit akartam. Azt akartam, hogy megnézzem, hogy be tudom üzemelni ennyi energiával, de már megint örömbölnek. Ez komolyan olyan szinten bír idegesíteni, és elvitte az egyik vödrömet. A kis szemétláda, kajám sem nagyon van, ráadásul. Jó, tehát az MLC-ból akarom megcsinálni a többi részét. Persze, nem biztos, hogy behozza. Most már megint lehet keresni vele? Nagyon jó. Április energetikus dolgokat behozza, nem hozza be mindet. Akkor eme. Írjuk be, hogy eme. Jó. Eme, és akkor... Kell nekem... Annyira idegesít, hogy ezek fél percenként jön, és verik az ajtót, és verik az ajtót. Fogok csinálni vasajtót, azt nem tudják verni. Ez a kereső, hogy mi lett ezzel, ez megbolondult ez a kereső, ez nagyon idegesít, hogy megbolondult a kereső, és nem tudok normálisan keresni, végig kell lapozgattam 56 oldalt, hogy megtaláljam azt. Hát az ember nem tudhat 500 000 receptet fejből. Emelc utcokat miért nem hozza be rendesen például? Az elejére felhoz pár dolgot az eme kontroller, és mikor az eme kontroller se hozza az eme keresésre fel. Hát ez valami agyrém komolyan, de itt van, jó. Patent provider nem kell nekünk, chest se kell, hogyha egy ilyen eme drive kell még mellé. Interfész se érdekel meg. Nem akarok most semmi pattern encoder, nem szórakozunk. Crafting terminál az nem hülyeség, de ez mindegyikhez kell lesz még. Na, üveget égetünk ki, meg csinálunk két processzort. Na, ez arany kell, meg szilikon. Jó, oké. Okay. Viszont ott leszünk lefőve szerintem, hogy szilikon. Mert hogy? Ó, nem leszünk lefőve, van még kvarcporunk, mert por, nem tudok, nincs olyan gépem, amivel port csináljak. Ezzel a kis motorról biztos nem tudnék meghajtani. Egy fújt extraktornak hívja, hogy minek ezt a gépet, na. De hogy ezek egyfolytában dörömbölnek, hihetetlenül idegesít. Még rám tud verni. Kellene valami kaja, az a nagy igazság. Nem hagytam sehol valami kaját. Pusit, ezt, azt, amazt. El kell ezt menni vadászni nappal, gyümölcsöt szedni ilyenek. Nincs egy gyümölcsünk se. Azt is mind megettük. Még kis se tudok menni az ajtón, ettől a barom arcútól, aki ott veri, mint az őrült. Nem akarsz meggyulladni a napon, haver? Creeper is van ott. Ő, hogy a bánat a fejeteket. Komolyan. Na, van két szilikonunk. Akkor csináljuk meg. Raktam a kis kést, itt van. Arany kell neki. Arany kell neki, de aranyunk nincs kiégetve szerintem. Az kell lesz kiégetni aranyrudat. Bizony. Az hiányzik még hozzá. Na, hol vagy arany? Aranyapám, gyere. Lassan azt nem is elfogy. De még azért alakul. Kár, ugye erre például nem lehet használni ezt a lávás Blessed Furnace-t. Hm? Vagy lehet? Lehet, hogy lehet egyébként. Basszus. Próbálj csak meg. Hogy tud-e ilyet csinálni? Ezt csak ezt tudja csinálni? Vagy tud ilyet is? Nem tud. Ezzel csak és kizárólag acélt lehet égetni.
Kár. Na jó van. Mi két processzor kell csinálnunk, úgyhogy még egy arany hagy jöjjön. Oké. Többit lesütheted, úgy is kell, hát az még. De csináljuk meg, a kés kell, egy, két öröskő, arany, meg a, így, ebből kell kettő, várja, akkor ösköből rakjunk, úgy. Megvan a két processzor, amit ki kell sütnünk. Oké, oké, 14 vas, ó, nagyon jó. Oké. Akkor nem tudom, annyi van, annyi acélunk. Na, most felhasználtunk egy csomó acélt, és csak 8 maradt. Hoppá. És csak ki 9-et. Puskaporunk el fog használódni. Kell lesz pedig kinyifantani creepet. Hol van ott még acélunk? Nagyon jó. Hát akkor ne használjuk annyit. Mert jól jöhet az még. Kell lesz majd egy nagyobb, erősebb gépet csinálni, csak ahhoz ugyebár nem csak azt kell, hogy megcsináljam, hanem nem kap elég energiát, ez kevés neki. Plán, ha majd ezem a drive-ot rárakom, halva született, ott lesz így összepakolni. Jó. Két basszit kisütöttük? Már nem. Most sült. Na, kisült. Jó. Akkor azért rakjuk össze az eme drive-ot. Na, talán minden cuccot megcsináltunk hozzá. Ó, nem. Üveget nem csináltunk hozzá. Remélem van homokunk. Ez limestone. Nem biztos, hogy van homokunk. Ez is limestone. Helyha. Nem most kelljen feladnom megint. És nem tudni összerakni. Miért? Nem. Nem sok mindent érünk így nélkül. Még egy ötköt is rakjuk ki egy ilyen őre. Egy. Ebben a barkácsoló szóba rakjuk bele screwdrivert, nehogy elveszem. Ha már megcsináltuk, megdolgoztunk érte. Az a baj, hogy itt sokan vannak, én ki akarok menni. Na most csináljuk a hátsó kijáratot. Amit beépítettünk, mert mindig ide mászkáltak, azt most kiépítjük. Reméltően nem botlunk bele senki, de belebotlottunk. Életerőt levitte rendesen. Ritik, hogy itt volt két baromac. Hát ennek így kellene, mi? Na, ahol még szén is van itt. Még nincsen nekem emberfej. Na. De valami kaja? 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 Kaját akarok, fiúk. Kaját. Fahegyek. De kaja sehol. Vitték, hogy nincs kaja, de ott van az almafa. Nagyon jó. Jó, srácok, szerintem... De hát végül is miért is nem folytassuk, mert akarok szerezni ezt-azt alkatrészt. Hadd gyógyuljunk vissza. Agyag kell nekem, igen. Én azért jöttem ki a kaján kívül agyagot szerezni. Az pedig itt a partmenti vízbe lehet. Speciálisan kiszúrhatjuk. Ez ott kavics. Majd atya úristen minden. Agyag tuti nem lesz, mi? Sekély vízben szokott lenni. Itt nincs agyag. Arrébb a másik főlányba.
Csak az nincs. Erre esetleg. Nincs agyag. Ez mi? Miért nem írja, hogy ez mi? Ah, az agyag volt, ugye? Hol vagy? Nem, ez show. Show. Most szórakoztak velem? Ez show. Hát kit érdekel? Na, ez az agyagos téma nem lesz egyszerű, már jelezzük. És van valami vizecske? Ó, és csak és kizárólag sóder van az alján. Nagyon királyság. Na, papír az. Azt tudnék csinálni papírt, ott van valami. Hogy nem kéne beesni dolog. Egyetlen egy darab agyag nincsen. Az milyen cuccot? Magnetic ore. Hú, valami mágneses cucc. Figyeljétek, mit találtam. És nem is lehet csak úgy kibányászni. Limestone. Ehe, üveg is. Tényleg rendes homok az viszont kell az üveg miatt. Nincs semmi a közelben, mert eszebb nem megyünk. Jaj, ne szaladjam el. Szén az jó olyan. Ha ma itt vagyunk, szedjük ki a szenet. Ez vajon... Ez is limestone. Ugye mindenhol limestone a homok helyett. Hú, mennyi szén. Ásványi szén. Hegyek. Igen, azt akartam, hogy az emeldrive-t meg tudjam csinálni. Ahhoz pedig jelen pillanatban nekünk homok kell. Nagyon. Ez viszont már homok, végre homok. Na, nem gondoltam, hogy homok, nem tudok így örülni. Szedjünk össze egy keveset. Egyébként ha agyagot találnánk is, kellene még homok mellé. Jó, menjünk haza. Hiányzik a térkép egyébként, megszoktam. Na jól el is tévedünk. Nem jó helyen vagyunk szerintem. Szerintem jó helyen vagyunk. Igen, itt verik az ajtómat. A barna arcú banda. Mit közösködsz velük? Jöttek csak ide? Egyedül vagy? Akkor neked annyi. És visszakaptam a lődrömet is. Na, ott lerubbantottatok valamit? Persze, hogy le. Na. Ne szaladgálj ma itt, idegesítesz. Ez az embereket mindenki kellett belerakni. Na. Jól van. Csináljunk üveget. Mert hogy azt akartunk. 1, 2, 3, 4 üveg elég, azt hiszem. Ugye megnézzük. 2 is. Viszont kell egy ládikó. Egy is kell lesz egy csomó Winchester is. Egyébként. Úgyhogy tényleg nagy fába vágtam a fejszemét. Ennyire a játék elején. Hanyadik nap vagyunk. Itt nem írja ki, mint régen. Use memory, MCP, Minecraft, Sunscreens mod. Ja nem, csak amikor aludtam és felkeltem, akkor írta ki, hogy hanyadik nap. De én is valahogy nem sok mindent csináltunk még. Nagyon a játék elején vagyunk, alig bányáztunk ezt-azt. Tehát merészségnek merészség megcsinálni, de hiányzik. Annyira sokat játszottam úgy, hogy... Mi az, hogy nincs? Ó, már kipakoltam a cuccokat belőle, ami kell hozzá. Két proci, négy vasúd is, úgy emlékszem, kell.
mi kellett még hozzá. Azt hiszem ennyi. Jó, szerintem megvan minden. Úgy bizony, M a drive. Oké, fiúk. Na. Ez is meg lesz. Power is low. Hát ez energy stored. Na de valamennyit tud tárolni, nem sokat. Kellene nekem Winchester is storage. Na az lesz a szépség, még az egy storage, egy vinyót összepakolni. Csak egy kisebbet is, amivel el tudok keresni. Most komolyan, fiúk, miért nem működik a kereső benne? Nem működik benne a kereső rendesen. És mit gondoltak egy komolyan egy Winchesternek a receptjét, hogy honnan tudjam fejvel. Ez egyszerűen valami hihetetlen. Mit csináltatok ezzel a nei felülettel? Ez a Horizons modpack egy kicsit kezd egyébként kiakasztani. Érdekelne, csinálnám, de olyan alapvető dolgok vannak. Az első verzióban volt például térkép. Meg tudtam jelölni, hol vagyok. Ha könnyű visszatáltan, annak is annak előnye a térképbe. Frissítették, kivették a térképet. Ez a nei is az elején jól működött, de most valami megbolondította, és egyszerűen nem működik a kereső. Na itt van. 1K storage, 16K, 64K, 4K, na melyik az, amit nem nagy cucc még megcsinálni. 16K-sba lehet, nem kéne belekezni ennyire az elején. Egy 4K. Azt mondja, hogy ezek a cuccok nem nagy dolog. Ez a storage segment. Storage cell, kell hozzá egy processzor, ezt is meg tudjuk csinálni. De ebből kell 3, és ehhez is kell processzor. Fú, nagyon sok kvarc kell hozzá. Kvarc hegyek, meg processzor hegyek is kellenek. Jó. Jó. Kvarcot kell ezt bányásznunk, hogy ezt befejezzük, és nem utolsó sorban, meg ez egy dolog, de kvarc por is kell. Nem utolsó sorban kell lesz egy motor, ami normálisan meg tudja hajtani, mert ez gyengus. Úgyhogy most se hoztuk teljesen össze, ebben a részben is sikerült megpuccannunk. De viszont a Tinkers Constructors dolgot bemutattam nektek. Sziasztok, amúr voltam.